Jézus Krisztus nevében, és hálás vagyok azért, hogy újra együtt lehetünk ezen a mai délelőttön. És ma fogom befejezni azt a témasorozatot, amivel az elmúlt alkalmakkor foglalkoztunk, magának az engedelmességnek, az alázatnak, a tekintélyi rendnek a tanulmányozását. És a mai napon egy Ellen Vincent nevű kedves testvérünknek a segítségét veszem neki. Van egy nagyon jó tanítása a 7 tekintélyi szintről, a tekintély 7 szintjéről, és ezzel a 7 szinten fogunk egy kicsit foglalkozni, mert ez ő nagyjából össze is foglalja azt, amivel az elmúlt hetekben foglalkoztunk. Nem fogok visszatérni a régebbi tanításokra. Ha szeretnétek meghallgatni, akkor elérhető az interneten keresztül is, akár még élőkép formájában is meg tudjátok nézni. És úgy gondolom, hogy nem véletlenül kellett, hogy foglalkozunk ezzel a témával, mert nagyon-nagyon komoly téma ez. És nagyon fontos, hogy az egyik legnagyobb hibája, egyik legnagyobb problémája a mai világnak, a mai kereszténységnek éppen ezzel van, hogy egyszerűen nem tud és nem is akar engedelmeskedni. Nem tud egy rendbe beállni, nem akar egy rendbe beállni, hanem vagy rosszul élnek a tekintéllyel, vagy visszaélnek a tekintéllyel, vagy engedelmeskednek, vagy nem engedelmeskednek. Tehát nagyon-nagyon sokféle változata van oda-vissza. Nagyon sok felelősség van az embereken, és azt látom, hogy az emberek beleuntak az engedelmességbe, és inkább szeretnek lázadozni, inkább szeretnek ellenséges dolgokat csinálni, és teljesen mindegy, hogy milyen indokból, teljesen mindegy, hogy igazuk van-e. Nagyon érdekes dolog, én hiszem azt, hogy Istennek nem az ördöggel van a problémája, hanem az engedetlenséggel, az emberek engedetlenségével. Mert biztos vagyok benne, hogy ha mi megtanulunk engedelmeskedni, és az engedelmesség útján járni, akkor nem tud velünk mit kezdeni az ördög. Nem tud bennünket manipulálgatni, nem tud bennünket megtéveszteni. Egyszerűen engedelmeskedünk az Úrnak, cselekedjük az ő akaratát, és ő pedig megtölti a szívünket örömmel, gondoskodik rólunk, megáldja az életünket, sőt, megtölt bennünket az ő erejével. Itt az ősz folyamán én rágyom arra, hogy foglalkozzunk a szellemi hatalommal, a szellemi ajándékokkal, a különféle ajándékaival Istennek. Én nagyon szeretném, hogyha tényleg nem csak tanulnánk róla, hanem elkezdenénk gyakorolni a hétköznapi életünkben, hogy milyen is az, amikor Istennek az ereje átjár bennünket. Milyen is az, amikor Istennek a szelleme megtölt minket. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg ne csak tanulgassunk, hanem kezdjük el a gyakorlatban alkalmazni. Tehát Krisztusnak a teste az egy olyan embereknek a csoportja, akik mindig a Szentléleknek a rendelkezésére állnak. Mindig engedelmesek, és mindig azon vannak, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ha emlékeztek, több alkalommal is volt erről szó, de a helyes kérdés, amikor az ember ott van Isten előtt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És nem elkezdem megmagyarázni a dolgaimat, nem elkezdem felhántorgatni a múltat, hanem egyszerűen odaszánom magam az élő Istennek. Ha megnézzük a Bibliában az 1 Sámuel 15:23-at, azt olvassuk, ezt mondja a próféta, hogy mert mint a varázslásnak a bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás, bálványimádás, az ellenszegülés. Nagyon érdekes dolog, ha nem engedelmeskedünk Istennek, akkor ugyanolyan módon hozzáférhetőek leszünk a démonok számára, meg a szellemi hatalmak számára, mint hogyha varázsolnánk, mint ha varázslással foglalkoznánk. Tudjátok, nagyon sokat szoktunk beszélni, meg izgalmas, különleges téma, hogy például Haitin megy a vuduvallás, vagy Afrikában vannak ilyen varázsló papok, és akkor hogy Isten hatalmával hogyan, meg miként szokták az evangélisták legyőzni ezeket a gonosz démoni erőket, és mi nyugodtnak érezzük magunkat, mert mi nem járunk varázslókhoz, mi nem foglalkozunk a horoszkóppal, stb. Hát ránk ez nem érvényes. De itt azt mondja Sámuel Saulnak, hogy olyan, mint a varázslásnak a bűne, az engedetlenség. Tehát amikor engedetlenkedünk, amikor nem engedelmességben járunk, akkor pontosan olyan bűnt követünk el, mint hogyha varázsolnánk, és a varázslással foglalkoznánk. És rögtön egy ember azt mondja, hogy hát nekem eszem ágában nem lenne varázsolni, de ha engedetlenkedsz, és nem vagy engedelmes Istennek, ugyanezt a bűnt követed el, és ugyanolyan sajnos negatív jutalma lesz, mint a varázslásnak. Tehát nagyon fontos dolog, hogy maga az engedelmesség az az életünknek részévé kell, hogy váljon, mert ha megtanulunk engedelmeskedni, akkor tudunk élni azokkal a jogokkal, azokkal az ajándékokkal, amelyeket Isten nekünk adott és nekünk akar adni. És mi nagyon sokszor saját magunk vagyunk azok, akik megvonjuk Isten ajándékait a saját életünkből, a saját gyülekezetünkből, azért, mert nem állunk bele Istennek a rendjébe. Fogok sok igét idézni, szó szerint is, meg nem szó szerint is. Kérlek, hogy ezeket olvassátok el, otthon foglalkozzatok vele. De most az egyik ige jutott az eszembe, amit nem is írtam a jegyzetbe. Konkrétan arról van
szó, amikor az férfiakról beszél, hogy a férfiak értelmes módon lakjanak együtt a feleségükkel, nem ingerelvén nőket, mert pontosabban azért, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Tehát, hogyha egy férj nem olyan módon lakik együtt a feleségével, hogy kellene, imádkozhat hőnek, fának, orva szájba, nem fog meghallgattatásra találni az imádsága, mert azt a szellemi törvényt, amit Isten létrehozott, nem tartja be. Ha én nem szeretet által vezérelve élek, nem szeretet által vezérelve cselekszem, akkor hiába imádkozom. És én nagyon szeretném, hogy ne csináljunk hiába való dolgokat. Ne csináljunk felesleges dolgokat, mert tudjátok, hogyha nem Istenért jöttetek ide a gyülekezetbe, hanem csak úgy elvagytok, és úgy mentek haza, hogy nem szólt hozzátok Isten semmit, akkor olyan, mintha hiába történt volna ez a mai alkalom meg. Mert én hiszem, hogy amikor egybegyűlünk közösségbe, azért vagyunk együtt, hogy épüljünk. És én vágyom arra, hogy mindannyian tudjunk valamilyen módon épülni most, amikor innen haza fogunk menni. Legyen legalább egy mondat, vagy egy gondolat, ami megragad az embernek a fülében, a fejében, és gondolkozik rajta, és azon vágyakozik, hogy tényleg Istenem, legalább ezt az egyet tudjam megtartani. Legalább ebben tudjak változni. És hogyha benned van ez a készség, akkor Isten segíteni fog a változásban. Tudjátok, amikor az emberben kialakul egy rossz gyakorlat, nagyon nehéz ebből a rossz gyakorlatból a helyes útra térni. Ha rosszul megtanulsz valamit, sokkal tovább tart helyesen megtanulni, mert akkor le kell rombolni a régi dolgokat és úgy felépíteni az újat, mint hogyha egészen az elejétől jól tanultad volna meg. Én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy a mai világban nagyon-nagyon rosszul állnak hozzá az emberek az engedelmességnek a témaköréhez. Ezért volt az, hogy nem is tudom, harmadik, negyedik alkalommal ezzel foglalkozunk, mert én hiszem azt, hogy ez meg tudja változtatni a személyes életünket, meg tudja változtatni a gyülekezetünk életét, amikor foglalkozunk ezzel a témával, komolyan vesszük és igyekszünk engedelmesek lenni Isten szeretete által. Igyekszünk engedelmességben élni. Sok példát felhoztam az elmúlt alkalmakkor, most kicsit szeretném összefoglalni ezt az egészet. A tekintélynek a legmagasabb szintje véleményetek szerint mi? Egy kis ismétlés. Szeretném, ha veletek együtt menne ez a mai prédikáció. Elsődleges személye, elsődleges lényege maga Isten. Nincs nála hatalmasabb tekintély. Minden tekintélyi rendszernek ő kell, hogy a magasságában, a csúcsában legyen, és ő az elsődlegesen fontos, aki minden szempontból a csúcson áll, és nekünk meg kell tanulni engedelmeskedni Istennel, Istennek, és emlékeztek, az elmúlt alkalommal beszéltem arról az egyik alkalommal, hogy akkor tanul meg engedelmeskedni Istennek, hogyha találkozunk vele. Ha találkozunk az élő Istennel, akkor utána egészen megváltozik a gondolkozásmódunk. Jobbnak a 42. részének az 5. versében ezt olvassuk. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és a hamuban. Emlékeztek, hogy Jobb és az ő állítólagos barátai egy jó ideig vitatkoztak egymással, Jobb védte magát, a barátai támadták őt, és próbálták őt megalázni, és amikor Isten is belép a képbe, akkor mindjárt megváltozik a vitának a menete. Azt mondja, hogy hallottam felőled, szemeimmel látlak, ezért hibáztatom magam, és bánkódom porban és hamuban. Hibás ember volt amúgy a Jobb? Miután kapta ezt a büntetést? Nem, tehát egy istenfélő ember volt, aki szerette az Urat. De mégis, amikor Isten jelenlétében van egy ember, nem tud mást érezni, mint az ő saját bűnös és méltatlan voltát. Amikor találkozunk Istennek a dicsőségével, az első dolgunk az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. Ézsaiásra emlékeztek? Ézsaiás könyvének a 6. részében. Amikor ott volt Istennek a dicsősége, azt mondta, hogy én méltatlan ember vagyok. Összeesett Isten jelenlétében. De nézzünk új szövetségi részt, amikor János Pátmos szigetén a barlangban találkozott az Úrral. Mi volt az első dolog, ami történt? Összeesett Istennek a jelenlétével. Egyszerűen Istennek a szentsége, Istennek a dicsősége az arra kényszeríti az embert, hogy ráeszméljen arra, hogy milyen pozícióban van az ember, és milyen pozícióban van az Isten. És tudjátok, én nagyon vágyom arra, hogy találkozzunk az mindenható Istennel, és hogy tudjuk a helyünkre tenni magunkat. Mert tudjátok, nagyon sok ígéret le van írva Istennek az igéjében, amelyek megállnak. Az van leírva például a 8. Zsoltárban, hogy kevéssel tetted az embert kisebbé Istennél. Dicsőséggel és hatalommal koronáztad meg őt. És tudjátok, ez sokszor nem alázatra indítja az embereket, hanem gőgössé válnak. Hogy én csak egy kicsit vagyok kevesebb, mint Isten. Sőt, már majdnem olyan vagyok, mint Isten. És az ördögnek ez volt pont a ravassága, ez volt a csalása, hogy olyan lehetsz te is, mint ő. Pedig Isten olyannak teremtett meg bennünket, dicsőséggel ajándékozott meg bennünket, de ő akarja adni. Ő nem azt akarja, hogy elvegyük, nem azt akarja, hogy elraboljuk, nem azt akarja, hogy kizsaroljuk, hanem ő szeretetből akarja nekünk adni minden kincsét, minden dicsőségét. Fogok erről még részletesebben beszélni egy picit a mai alkalmon. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nekünk tisztában kell lennünk, hogy Isten mindig fölöttünk áll.
Nem vagyunk vele egyenrangúak. Ha ő felemel bennünket maga mellé, az is csak azért van, mert ő egy dicsőséges Isten, és nem a mi jutalmunk, nem a mi érdemeink szerint kapjuk, hogy én már egész jó voltam, ezért Isten maga mellé emelt, ezért már olyan vagyok, mint Isten, hanem ha Isten maga mellé emel, ez csak is azért van, mert ennyire szeret engem, és ez megint arra kell, hogy indítson engem, hogy ő neki adjak hálát, és ő dicsőítsem. Mindazért a jóért, mindazért az ajándékért, amelyet adott nekem. Tehát minden tekintélyi rendszernek a csúcsán maga Isten kell, hogy álljon, és bármikor megszegjük a tekintét, végső soron Istennek a hatalmi rendjét ássuk alá, Istennek a tekintélyét próbáljuk tönkretenni, akár tudattalanul is, de erről már beszéltem a múltkori alkalmakon. A tekintélynek a második szintje véleményetek szerint mi? Aki hallotta már ezt a tanítást, az lehet, hogy könnyebben, úgyhogy Laci ne beszéljen, mert ő tudja a legalább a felét. De a többiek, szerintetek mi a második legfontosabb szintje az engedelmességünknek, aminek engedelmeskednünk kell? Hangosan, bátran? Az is lesz majd, az a negyedik szinten lesz, az átruházott hatalom. A családfő, az is a negyedik szinten van, az átruházott hatalom. Ő az Istennel egyenlő, tehát ő az első szinten van. Nem, de az is nagyon fontos. Istennél egy kicsivel kevésbé fontos, de majdnem olyan fontos, mint Isten. Istennek az igéje, nem szól, de mutogat, de igaza van. Istennek az igéje a második helyen kell, hogy legyen. Amikor rájövünk arra, hogy kicsoda Isten, rájövünk arra, hogy ő egy mindenható, dicsőséges és tekintélyes Úr, akkor rá kell jönnünk arra, hogy az ő szava ugyanolyan fontos, mint ő maga. Mert az ő szava azért tekintélyes, mert ő maga mögötte van. Tudjátok, erről is beszéltem többször is, hogy egy rendőrnek nem azért van elsősorban tekintélye, mert ki van gyúrva, izmos, hanem azért, mert mögötte van az államnak a hatalma. És az ő szava azért súlyos, azért van hatalma, mert kapta valakitől ezt a hatalmat. Istennek az igéje, ez egy közel ilyen hatalom. Azért van tekintélye Isten igéjének, mert Isten maga szólt, Isten maga beszélt. Ha nem Isten szólt volna, akkor ez csak egy érdekes könyv lenne. Egy érdekes múltbeli történetek leírása, néhány jó gondolat, amit érdemes megfogadni, de ennek a könyvnek azért van tekintélye, azért van hatalma, mert maga Isten szava van benne. És isteni tekintélye rendelkezik, Isten hatalmával rendelkezik, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt tanuljuk meg, hogy ne félváról vegyük Istennek az igéjét, hanem vegyük komolyan Istennek az igéjét. Mert ha például te kapsz a bíróságtól egy levelet, azt komolyan fogod venni. És halvány gőzött sincs, hogy ki az a Mariska, aki ezt aláírta, vagy éppen csinálta, de mindjárt összeszorul az embernek a gyomra, ha a bíróságtól kap valamilyen idézést, vagy bármi ilyesmit. Még ha teljesen ártatlan is. Egy néhány évvel ezelőtt volt nekem egy ilyen esetem. Szegedi rendőrfőkapitányság életvédelmi alosztálya küldött nekem egy idézést tanúként való meghallgatásra. Megkérdeztem egy barátomat, aki rendőr, hogy ez mit jelent, és mondta, hogy mondom, hogy csak tanúként hívnak be, ez nem gond, és mondta, hogy a bűnözőket is tanúként szokták behívni, csak utána vádlott ez belőlük, nem mondom, köszi, megnyugtattál. Lementem oda Szegedre, és kiderült, hogy valaki valahonnan megszerezte a személyigazolvány számomat, azzal visszaélt, és igazából ennyi volt az egész ügynek a lényege. Utána még kétszer voltam lent, szembesítettek a vádottakkal, hogy nem ismerem őket, nem ismertem, és ennyi volt az egész történetnek a lényege, de emlékszek rá, hogy bár egyáltalán nem ismertem azokat az embereket, akik írták nekem ezt a levelet. Mégis rögtön egy félelem szállt belém, hogy vajon mit akarhatnak ezek, mit rontottam el, mit csináltam, mibe keveredtem bele. Csak azért, mert a levél mögött volt egy tekintély. Amúgy, ha nem ők írták volna, hanem küldtek volna például egy reklámújságot, egyáltalán nem izgultam volna. Nem tudom, hogy hányan nyitjátok ki remegő kézzel a Tesco-nak az újságját. Egyik őtök se izgul, hogy mi lesz benne, mert nem rendelkezik tekintéllyel fölöttetek. Nincs fölötte tekintélyetek. De ha Istennek az igéjét olvassátok, akkor kell, hogy úgy olvassátok, nem mint egy reklámújságot, hogy hát, ha van benne valami hasznos ötlet, most le van árazva a hús, akkor azt fogok venni, mert sokszor így állunk hozzá Istennek az igéjéhez, hogy hát, ha valami hasznom lesz belőle, hát, ha kapok belőle valamit, és le van tudva, hogyha nem. Megpróbáltam. Istennek az igéjét, amikor olvasod, akkor oda kell figyelned arra, hogy maga Isten akar szólni hozzád. Isten akar beszélni hozzád. És tudjátok, a reformációnak ez volt egy hatalmas nagy vívmánya, hogy rávilágított arra, hogy Istennek az igéje hatalmas, Istennek az igéje tekintélyes. És tudjátok, hogy emiatt a könyv miatt tudott megmaradni a kereszténység? Ha Istennek a szava nem szólt volna, ha nem jegyezték volna le, biztos vagyok benne, hogy vége lett volna hamar a kereszténységnek. De még a legnagyobb, legsötétebb középkorban is voltak olyan szerzetesek, akik rendszeresen arra szánták az életüket, hogy rendszeresen másolták a Szentírást, újabb és újabb kódexeket hoztak létre, írták, sokszorosították a Bibliát, hogy megmaradjon. Utána beindult a könyvnyomtatás, az első könyv, amit elkezdtek nyomtatni, tudjátok, hogy a Biblia volt. És nem azért, mert ez egy olyan nagy
hasznot hajtó könyv, hogy érdemes volt a könyvnyomtatóknak ezzel foglalkozni, hanem akik elkezdték, azok tudták, hogy ez az életnek a beszéde, és minden embernek szüksége van arra, hogy hallja Istennek a hangját. Tehát minden sorban, elsősorban Isten van a tekintélynek a csúcsán, Istenre kell figyelnünk, a második pedig Istennek a szava, amire oda kell figyelnünk. Tehát ha valami olyasmit vélnél észrevenni Istennek az igéjében, ami Istennek a tekintélyét próbálna aláásni, akkor mindig az elsődleges tekintélynek kell engedelmeskedni. Bár meggyőződésem, hogy nincs Isten igéjében semmi olyan, ami bennünket el tudna vinni Istentől, de vannak olyan emberek, akik próbálják csűrni, próbálják csavarni. Épp a múltkorában kaptam egy volt általános iskolai osztálytársamtól egy levelet, tudja, hogy én lelkész vagyok, és felrakott nekem egy ilyet, hogy 465 hiba a Bibliában, és mindenféle össze-vissza kérdéseket, de csak úgy felvasorolva 465 dolog, hogy ezek hibák a Bibliában. És az emberek sokszor nem gondolnak bele abba, hogy ez tényleg hiba-e, most miért van írva, hogyan van írva, utána járni, csak az emberek sokszor próbálják keresni a hibát. És a múltkor volt a rádióban egy ilyen beszélgetés, ahol néhány homoszexuális egyén, illetve néhány lelkész beszélgettek, volt egy ilyen kedves, amúgy egészen kedves párbeszéd, és olyan érdekes volt, hogy az egyik ember azzal vagdalkozott, tehát hogy a lelkészek persze, hogy hivatkoztak a Bibliára, hogy mit mond a Biblia, beszél a homoszexualitásról elég szépen, nem részletezem most, de mondták, hogy az Istennek az igéje, az tekintély, Istennek az igéje azt mondja, hogy ez bűn, és ezért kell ezt így kezelni. Nem az embereket kell nem szeretni, hanem a bűnt kell gyűlölni. És amikor erről volt szó, akkor utána az egyik ember valahonnan előszedte, én nem is tudom, hogy hol van ez leírva a Bibliában, hogy a nyúl az kérődző állat, vagy valami ilyesmi, és akkor, na akkor a nyúl is kérődző állat, mert a Bibliában van leírva, és a Bibliának igaza van. És sokszor az emberek igyekeznek mindenféleképpen valamilyen módon belekötni Istennek az igéjébe, de tudjátok, ha Isten azt mondja nekem, hogy ezt csináljam, akkor én nem kibújni akarok, nem megkeresni akarom, hogy hogyan lehet kibújni az igazság alól. Ha Isten azt mondta, hogy kérődző, akkor kérődző. És érdemes lenne megnézni azt, hogy miért fordították így, érdemes lenne megnézni azt, hogy mit jelent eredetileg az a héber szó, milyen csoportosítású állatok, nem akarok én ebbe belemenni, de alapvetően az az igazság, hogy bármikor az emberek próbálnak rájönni arra, hogy hol hibázik a Biblia, arra jönnek rá, hogy igaza van a Bibliának. Próbálják a különböző emberek megcáfolni, hogy ez történelmileg nem igazolható, nem bizonyítható, de minél több történelmi bizonyíték jön elő, az mindig azt bizonyítja, hogy igen, ez így van. Tényleg létezett az az ember, tényleg volt az a város, tényleg történtek ezek a dolgok. Tehát amikor jönnek el a történelmi bizonyítékok, mindig azt igazolják, hogy Isten igéjének igaza van. És lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem értünk most meg. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem igaz. Nem azt, meg azt gondoljuk esetleg, hogy mi másképp tudjuk, másképp értelmezzük, de ettől még nem lesz kevésbé igaz, amit Isten mond, azért, mert mi máshogy gondolkozunk. Nekünk meg kell tanulnunk elfogadni Istennek az igéjét. Nem tudom, hogy hányan ismeritek a Bibliának a leghosszabb részét. 119. Zsoltár. Hányan olvastátok már el? Legalább egyszer. Sokan. Elég hosszú. Tehát egy néhány oldalon keresztül kell lapozni. Mit vetetek észre? Miről szól ez a Zsoltár? Azért nem nehéz észrevenni, ha elolvastátok. Minden versben, szinte kivétel nélkül valamiről szó van. Istennek az igéje. Maga az írott ige, hol törvénynek, hol parancsolatnak, hol te szavadnak mondja, de ha megnézitek, majdnem mindegyik versben, azt hiszem 2-3 kivétel van, de az a hosszú-hosszú több száz versen keresztül minden versben Isten igéről beszél. Ezt nem néztem meg, de biztos, hogy igazad van. Tehát 176 vers, ahol le van írva Isten igéjének a magasztalása, Isten igéjének a dicsőítése. És higgyétek el, ez az ember, aki írta, tudta azt, hogy mit jelent Istennek az igéje. Tisztában volt az, hogy ez az egész életre elég, hogyha az ember foglalkozik Istennek az igéjével, elhiszi azt, amit Isten igéje mond, és engedelmeskedik Istennek az igéjének, akkor egészen komoly változások fognak végbe menni az életében. A 105. versében ezt olvassuk, hogy az én lábamnak szövétnek-e a te igéd, és ösvényemnek világossága. Tehát ha szeretnél világosságban járni, olvasd Istennek az igéjét. Ha szeretnéd az életedet jól kormányozni, olvasd Istennek az igéjét. Kezdj el engedelmeskedni Isten igéjének, és amit Isten igéje mond, ha azt betartod, áldással lesz az életedben. Boldog ember az, az első Zsoltár, hogy is van? Aki nem jár a gonoszok tanácsán, hanem az Úr törvényében van az ő gyönyörűsége. Nem szó szerinti, de ez a lényeg.
az Úr törvényében van az ő gyönyörűsége. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely ideje korán meghozza az ő gyümölcsét. És tudjátok, hogy milyen értékesek a primör gyümölcsök? Amikor még senkinek nincsen paradicsoma, neked meg már van. És nem azért, mert jó sok tápot nyomtál bele, hanem azért, mert olvasod Istennek az igéjét. És Istennek az igéje megáll téged, és ideje korán jön meg a gyümölcs az életedbe. Mindenféle szempontból, mindenféle tekintetben kell, hogy olvassuk Istennek az igéjét. Foglalkozzunk az igével, mert Isten igéje meg fog bennünket áldani. És tudjátok, Isten igéjének van egy sajnos egy lehetőség, hogy félre értelmezzék az emberek. Tudjátok, maga a Szentírás kell, hogy másodlagos tekintélye rendelkezzen az életünkben. Első Isten, második a Szentírás. De a Szentírás nagyon sokszor, tudjátok, mi szokta felcsérni az emberek életében? Leginkább a gyülekezetek, egyházak életében? Mit lehet csinálni a Szentírásból? Törvény. Emberi törvények jönnek létre. Emberi szabályok. Emberi hagyományok jönnek létre. Mi ezt így szoktuk csinálni. Mi ezt így tanultuk meg az elődeinktől. Ezt így kell csinálni, mert ők is így csinálták. Hogy miért csinálták így, azt nem tudom. Itt hoz a Ellen Vincent testvér egy hasonlatot. Lehet, hogy hallottátok már, hogy van egy lány, amikor a süti a háladásnapi pulykát, mind a két végéből levág egy darabot. És utána megkérdezi a kislánya ennek a hölgynek, hogy anya, miért kell a pulykának mind a két végéből levágni egy darabot? Ez miért szokás? Hát tudod, én nem tudom, de az én édesanyám is mindig így csinálta, gondoltam, hogy így kell, csinálom én is így. És akkor elmentek a nagyihoz, megkérdezték, hogy nagyi, miért kell levágni mind a két végét, mert közben az édesanyja is elkezdett gondolkozni, addig fel sem merült benne. Miért kell levágni mind a két végét a pulykának? Jobb lesz így az íze, vagy minden? Azt mondja, hogy á, dehogy gyermekeim, csak kicsi volt a sütőnk, és nem fért be a pulyka, és le kellett vágni a két végéből egy-egy darabot. És tudjátok, sokszor ilyenek a mi hagyományaink. Hogy nem tudjuk, hogy miért csináljuk, de előttünk is így csinálták, meg még azelőtt is így csinálták, biztos, hogy így kell csinálni, de nem gondolkozunk el rajta. És nagyon sokszor van, hogy a Bibliát ezért értelmezik félre az emberek, mert hát ezt tanítja a pásztor, ezt tanítja a pap, hogy miért tanítja, azt nem tudom, de már az előző lelki pásztor is ezt mondta, meg előtte is azt olvasták, hát biztos igazuk van. Így jöttek létre, tudjátok, a katolikus egyházban nem csak a Szentírásnak van tekintélye, hanem a Szentírásnak és a szent hagyományoknak azonos rangú tekintélye van. És tudjátok, nekem meggyőződésem, hogy csak a Szentírásnak lehet ilyen tekintélye, a hagyományoknak nem. Akkor sem, hogyha emberi, vagy az emberek a Biblia alapján próbálták ezeket a jó hagyományokat létrehozni, mert tudjátok, vannak olyan hagyományok, amelyek teljesen jók, és semmi baj nincsen velük, hogyha Istennek az igéjében alapozódnak, és Istennek az igéje igazolja őket. De amikor nagyon sok-sok emberi dolog belejön, és létrejönnek a különféle tanítássorozatok, akkor utána nagyon-nagyon sok tévedés, nagyon sok eltévedés, és nagyon sok új egyház tud létrejönni, azért, mert mi ezt így szoktuk csinálni. Nem tudjuk miért, de így kell csinálni. És nagyon fontos, hogy Isten nem akarja, hogy ilyen hagyományok legyenek az életünkben. Nem akarja, hogy a hagyományoknak nagyobb tekintélye legyen az életünkben, mint az ő igéjének. Kell, hogy mindig Isten igéje legyen az első helyen. Sokszor mondtam már nektek, de komolyan is gondolom, hogy amikor én prédikálok, ne azért higgyétek el, mert én mondom, hanem azért, mert Istennek az igéje igazolja ezt. A Béreai gyülekezet ez mindig ezt csinálta. Megjött Pál apostol, prédikált neki, ők megnézték a Szentírásban, hogy valóban úgy vannak azok a dolgok, amiket mondott, úgy voltak, elhitték a Pál apostolnak, amit mondott. De azért, tudjátok, nagyon nagy probléma a mai világban, hogyha mondanak valamit a tévében, azt elhisszük. Nem nézünk utána, vagy esetleg az újságban, a Blick címlapján kiadnak valamit, és az emberek készpénznek veszik. Pedig lehet, hogy szemenszedett rágalom az egész, de mivel az újságban megjelent, hát biztos, hogy igazuk van. Vagy a tévében is mondták, hát ez teljességgel így lehet. És az ördög tudatosan akarja megtéveszteni a hívő embereket. Tudatosan akar olyan dolgokat elcsepegtetni, sajnos keresztény tanításokban is, vagy keresztény színezetű tanításokban is megtéveszteni az embereket, hogy az emberek ne higgyenek az igazságnak, hanem higgyenek valami olyannak, amit az igazságnak hisznek. De tudjátok, amit az igazságnak hiszünk, az nem mindig az igazság. De nekünk mindig az igazsággal kell szembesítenünk mindenféle tanítást, mindenféle gondolatot. Ha elkezdenek beszélni az emberek, például volt egy tanító Amerikában, és egy néhány évvel ezelőtt nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, hogy itt az új ébredési mozgalom, elkezdett különböző dolgokat tanítani, és eléggé téves dolgokat is magyarázott már, de azzal igazolta magát, hogy neki egy angyal szokott jönni, és angyal szokott vele beszélni, és az angyal az, aki ezt mondja neki, és az emberek nagy részt azt mondták, hogy hú, ez milyen nagy ember, egy angyal beszél vele. És akkor egy néhány lelkipásztorom meg eszébe jutott, hogy amit Pál apostol mondott, hogy ha még mennyből jövő angyal mondana nektek is más dolgot, mint ami az igében van leírva, átkozott legyen. Tehát nem finomkodott a Pál apostol. De Istennek az igéje nagyobb tekintélye rendelkezik, mint bármelyik angyalnak a szava. Tudjátok, hogy vannak bukott angyalok.
30%-uk elbukott az angyaloknak. És ezek a bukott angyalok azon vannak, hogy mi is elbukjunk, hogy mi is tönkre menjünk. De ha Istennek az igéje a mi fényünk, ami lábainknak szövétneke Isten igéje, és nem, akkor nem fog tudni bennünket semmilyen módon becsapni az ördög, mert mond valamit, azt mondjuk, hogy várj egy picit, megnézzük, hát az ige másról beszél. Ha emlékeztek rá, Jézus Krisztus is az ördög csak is igével kísértette meg. Igei gondolatokkal beszélt. És Jézus mindig igével válaszolt. Mindig az ő igéje volt a valóság. És mindig az ige győzött, az ige igazsága győzött. Lacival ismerünk egy embert, volt itt Kecskeméten, és akart jönni a gyülekezetbe, és nagyon sok ajándékáról beszélt, hogy ő neki mennyiféle ajándéka van, milyen csodákat cselekedett, stb. Akar majd szolgálni a gyülekezetben. És az egyik alkalommal eljött hozzánk beszélgetni, és nem történt még velem addig olyan, de amikor beszélgettünk, fejbe jutottak eszembe az igék folyamatosan, és amikor beszélgettem vele, újabb és újabb igei gondolatok jöttek eszembe, mondtam ezeket, kimondtam, és egyszerűen nem tudott megtéveszteni ez a gyerek, fogta magát, elment, azóta se jött a gyülekezetbe, de amikor ő próbálta a saját dolgait mondani, nekem mindig volt egy párhuzamos igém. És tudjátok, az ige nem arra való, hogy bántjuk, vágjuk, támadjuk az embereket, de hiszem, hogy Istennek az igéje védelmet akar nekünk adni. Meg akar védeni bennünket a megtévesztéstől. És ha olvasod az igét, Isten fog neked szólni, az alkalmas időben. És ha Isten igéjének tekintét adsz, akkor nem fognak tudni emberek megtéveszteni. Nem fognak tudni téged az Úrtól elvinni. Évának ez volt a baja, hogy nem adott elég tekintét Isten igéjének, és ezért Istentől is el kellett szakadniuk. Isten mondott nekik valamit, ők meg bizonytalankodtak benne. Ha Isten szól, hidd el, hogy igaz. Legyen a második legfontosabb tekintély az életedben Istennek a szava. Mert meg tud változni az életed. Olyan érdekes dolog, a Márk 7:8-ban azt olvassuk, Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Mert 13. versben, eltörölve az Isten beszédét, a ti rendelésetekkel, amelyeket rendeltetek, sok efélét cselekeztek. Konkrétan erről van szó, hogy nagyon sokszor saját magunkhoz irányítjuk, vagy igazítjuk Istennek az igéjét, mert mi esetleg nem szeretnénk járni gyülekezetbe, akkor elkezdünk egy olyan tanítást kitalálni, hogy nem is igazából lényeges a gyülekezet, nem is annyira fontos a gyülekezet. Ez a mai világban megy. Könyveket tudok nektek mutatni, ami arról szól, hogy a gyülekezet az nem lényeges dolog. Nem kell gyülekezetbe járni, mert valakinek nem volt kedve gyülekezetbe járni, és kitalált rá egy teológiát, hogy miért nem kell gyülekezetbe járni. Vagy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy Isten kegyelme mindenre elég, ez le van írva az igében, és ez igaz, és akkor rájönnek arra, hogy hát igazából akkor tök mindegy, hogy mit csinálok, mert Isten úgy is szeret engem, megbocsátja az összes bűnömet, a múltbeli és a jövőbeli bűneimet is, akkor bűnözhetek, mert úgyis a mennybe fogok menni. És vannak olyan emberek, akik elhiszik ezt, mert félreértelmezik Istennek az igéjét. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a jövőbeli bűneinkért is meghalt a Golgotán. Ez egy igazság, le van írva az igében. De az is meg van írva, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És nekünk oda kell figyelnünk az életünkre, ragaszkodnunk kell az íráshoz, ragaszkodnunk kell Isten igéjéhez, és a teljes írás is ihletet Istentől, nem csak egy picike része, hanem az egész is. Kell, hogy az egész írás tényleg mindig tudjon bennünket előre vezetni. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok, hogy mi a harmadik legfontosabb tekintély az életünkben. Ezt bevallom, én se tudtam addig, amíg nem olvastam, de teljesen igazat adok neki. Most már nem is próbálkoztok. A harmadik legfontosabb a tekintély az életünkben, az a lelkiismeretünknek a tekintélye, még nem is akármilyen lelkiismeretnek, mindjárt fogok róla beszélni. Az 1 Korintus 8:7-ben ezt olvassuk. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványok felől való lelkiismeretük szerint mind a mai napig, mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Az 1 Timóteus 1:19-ben ezt olvassuk. Megtartván a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Nagyon fontos, csak akkor támaszkodhatunk a lelkiismeretünkre, hogyha a lelkiismeretünket Istennek az élő igéje átformálta. Egy embernek a bűnös lelkiismerete az a bűnre fogja vinni. Nem hallgathatunk a bűnös lelkiismeretünkre, hanem csak is az Isten igéje által megtisztított lelkiismeretünkre. Amikor újjászületik egy ember, megtisztul a lelkiismerete. A lelkiismeretet én hiszem, hogy Isten azért hozta létre, hogy egy rendkívül jó jelzőrendszer legyen az életünkben. Hogyha jön valami rossz tanítás, vagy esetleg valamilyen módon kísért az ördög, az újjászületett lelkiismereted az rögtön jelezni fog neked, hogy itt valami komoly baj van.
De ha nem születik újjá az embernek a lelkiismerete, akkor egy nagyon jó fegyver az ördög kezébe, hogy becsapja az embert. És sajnos még a gyülekezetben is képes az ördög becsapni az embereket, amikor az óemberükre hallgatnak. Mert tudjátok, nagyon sokszor szokták mondani az emberek, hogy én úgy érzem a szellememben, hogy ezt kell tennem. Én úgy érzem, hogy nekem ez lesz a jó. Én úgy érzem, hogy nekem arra van szükségem. De ezek az érzések csak akkor érnek valamit, ha Isten újjászülte az ő szent szelleme által a lelkiismeretünket, mert amúgy az embernek a hústesti vágyakozása fogja uralmába hajtani a lelkiismerete által az egész életét, az egész gondolkozás módját. Tehát én hiszem, hogy nekünk nem az érzéseinkre kell hagyatkoznunk, de igenis, ha újjászületett hívő ember vagy, nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a lelkiismeretedben is legyen nyugalmad. És nagyon fontos dolog az, fog jönni a következő, negyedik szint lesz az átruházott tekintély. Amikor az átruházott tekintély valamire rá akar venni téged, felsőbbrendű a lelkiismereted. Felsőbbrendű, mint az átruházott tekintély, és ha a lelkiismereted által nem tudnád jól megcsinálni, nem tudnád nyugodt szívvel megcsinálni, akkor nem kell, hogy ezt megtedd, mindjárt fogok ezzel részletesebben foglalkozni. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az életre kelt, Isten szelleme által életre kelt lelkiismeret az, ami a harmadik szinten van az életünkben, és ez nagyon fontos, mert az érzéseink azok megtévesztenek bennünket. A mai emberek azok az érzéseikre akarnak mindent alapozni. Az érzéseik által döntenek, hogy hova mennek iskolába, érzéseik által döntenek, hogy hogy fognak megházasodni, milyen munkát választanak, azért, mert így érzik. Utána meg úgy érzik, utána meg amúgy érzik, és az érzéseik össze-vissza viszik az embereket. De ha van egy újjászületett lelkiismereted, az nem fog téged össze-vissza vinni, hanem tudsz Istennek az igéjében maradni. És ez egy olyan kontroll lesz, egy olyan jelzőrendszer lesz az életedben, ha valaki el akarna téged rossz irányba vinni, akkor egyszerűen fogod érezni azt, hogy valami baj van. És én sokszor tapasztaltam már ezt, hogy nem tudtam megfogni esetleg egy embert az ő beszédében. Tudtam, hogy valami gond van. Tudtam, hogy valami nem jó, amit csinál, de amit mondott, az jó volt. De éreztem, hogy valami baj van. Éreztem, hogy valami nincs rendben, és később kiderült, hogy Istennek valóban igaza volt, és amikor a lelkiismeretemet ébrezgette, akkor figyelmeztetni akart engem, hogy bár jó dolgokat mond az ember, de valami más van a háttérben. És nem tudom, emlékeztek egy évvel ezelőtt volt itt a Perjes István, ő is beszélt erről, hogy nagyon sokszor jártak így a gyülekezetben, hogy jött egy új ember a gyülekezetben, és nem tudták, hogy miért, de valami zavarta őket benne, és később kiderült, hogy esetleg éppen házasságtörő volt, vagy éppen valamilyen rossz szándékkal jött a gyülekezetben, és ilyenkor mindig hagytak időt az embernek, nem tudták megmagyarázni, kicsit figyelték az életét, hogy mi van ebben az emberben. De én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy a mi lelkiismeretünk az egy nagyon jó jelzőrendszer lenni az életünkben, amikor az ördög bűnre akar vinni bennünket, akkor egy megállt parancsoljon, hogy ezt nekem nem szabad csinálni. Ezt én nem tehetem meg. Én Istennek a szolgája vagyok. Amikor azt akarná, hogy mit tudom én, bevásároltál, mert van egy házi csoportos rendezvény, és megmaradt 4000 forint a zsebedbe, akkor azt lehet, hogy gondolja, azt akarja az ördög, hogy rakd azt a 4000 forintot, hát te jártál érte, te sokat dolgoztál, megérdemled, és egy újjá nem született lelkiismeret azt mondja, hogy hát tényleg megérdemlem, én dolgoztam el a legtöbbet, megcsináltam a szendvicseket is, ez maradjon az enyém. De amikor az ember lelkiismeretes, akkor visszaviszi. És én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy keresztény családban tudtam felnőni. Nekem volt egy olyan történetem, lehet, hogy már ezt is meséltem a gyülekezetben, de elmentem vásárolni egy fülhallgatót, még szerintem általános vagy középiskolás lehettem már, de elmentem vásárolni egy fülhallgatót, és amikor a fülhallgatót megvettem, olyan nagy forgalom volt, meg én annyira örültem a fülhallgatónak, hogy fogtam magam, elindultam hazafelé, csak éppen fizetni felejtettem el. De olyan sokan voltak ott, hogy észre se vette az eladó, hogy nem fizettem ki a fülhallgatót. És már fél úton jártam hazafelé, amikor zsebre dugtam a kezem, és néztem, hogy itt a pénz a zsebembe. És itt volt a kérdés az, hogy most menjek vissza, fizessen vissza neki a pénzt, vagy menjek haza, és megmaradt a pénz, és megvan a fülhallgató is. És egyszerűen nem volt nyugalmam, amíg vissza nem mentem, és nem is volt kérdés számára, visszaadtam, és a gyerek teljesen le volt döbben, hogy visszahoztam a pénzt, és akkor esett le neki, hogy milyen nagy forgalom volt, és nem tudta ezt az egészet hova tenni. De én hiszem azt, hogy amikor egy embernek újjá van születve a lelkiismerete, nem hagy bennünket, hogy bűnben legyünk. Nem hagy nekünk nyugtot addig, ameddig bocsánatot nem kérünk. Hogyha megbántom a feleségemet, nem tudok addig nyugton lenni, amíg ki nem békülünk, amíg nem tudjuk rendezni a dolgot. És egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy lehet az, hogy hónapokon, éveken keresztül haragszanak az emberek. Pontosabban tudom úgy, hogy a lelkiismeretüket elnyomták. Úgyhogy nem engedik, hogy Istennek a lelkiismerete átmossa őket, mert hogyha a lelkiismereted rendben van, nem tudsz nyugton lenni, amíg bűnben vagy. Nem tudsz nyugton lenni, és elkövet az ember hibákat, elkövet az ember vétkeket, de nem tudsz nyugton lenni addig, ameddig ki nem jössz belőle. Nincsen békességed. És nem kezded el megmagyarázni, hanem jössz Istennek a trónjához, megbánod a bűneidet, akkor helyre tudsz állni. De nagyon fontos, hogy a lelkiismeretünk legyen a helyén. Tehát a negyedik szinten van az átruházott tekintély, amiről a múltkorában részletesen beszéltem, úgyhogy most nem fogok elég sokat beszélni erről, csak úgy említek róla egy néhány gondolatot.
Semmiféle átruházott tekintélynek nincs semmi joga ahhoz, hogy áthágja a lelkiismeret valódi tekintélyét. Nagyon fontos dolog, hogy mindig a magasabb rendű tekintélynek kell alávetnünk magunkat. Emlékeztek, hogy erről beszéltem. Nagyon fontos, hogy soha nem szabad alsóbb rendű tekintélynek engedni, hogyha a felsőbb rendű tekintély másról beszél. Ezt már kifejtettem szintén sokszor. De nagyon fontos, hogy ezzel legyünk tisztában, mert Isten az, aki létrehozta ezt a tekintélyi rendet, és azt akar, hogy épülésünkre legyen minden. És nagyon sokszor a gyülekezetnek vannak olyan problémái, hogy az átruházott tekintélynek nem a valódi értelmét használják, hanem egy ilyen megmásított, hamisított részét, amit bitorolt tekintélynek hívnak. Az átruházott tekintély, hiszem, hogy mindig Isten áldását akarja az emberekre vinni. De nagyon sokszor van, amikor az emberek nem Istentől kapják a tekintélyt, hanem saját maguk rakják magukat egy pozícióba, vagy már éppen nem kellene ott lenniük, de még ott vannak és tartják magukat, mint például a Saul esetét, ha megnézzük. Már régen meg volt választva az új király, de Saul már bitorolta azt a tekintélyt, amit Isten eredetileg neki adott, visszaélt ezzel a tekintéllyel, rossz dolgokra használta ezt a tekintélyt, amit Isten neki adott. És tudjátok, megvan ennek a veszélye, hogy ha valaki kap egy hatalmat, elkezd elfordulni, elkezd visszaélni ezzel a tekintéllyel, elkezd olyan dolgokra kérni bennünket, amelyeket nem lenne szabad megcsinálnunk, akár például egy sima, egyszerű házasságban is egy férj az ő igazi, jogos, átruházott tekintélyét, egy bitorolt tekintélyét tudja változtatni, amikor nem a tekintélynek megfelelően él. Amikor nem arra használja a tekintélyt, amire Isten adta, hogy épülésére és áldására legyen a családnak, hanem éppen a saját hasznára fordítja az egészet, akkor ő elkezdi bitorolni azt a tekintélyt, amit Isten neki adott, elkezdi tönkretenni és aláásni Istennek a tekintélyét. És nagyon fontos dolog, volt egy ilyen kérdés a múltkor, hogy meddig meg miként kell engedelmeskedni a férjünknek, hogyha esetleg ő istentelen módon próbál élni, vagy istentelen dolgokra próbál rávenni bennünket. A lelkiismeretünk törvénye magasabb szinten van, mint az átruházott tekintély. Ha az átruházott tekintély bele akar venni bennünket valamilyen bűnbe, akkor megnézzük a lelkiismeretünket, hogy ez rendben van-e, és nem leszünk benne. De hogyha még a lelkiismeretünk is beleegyezne, akkor nézzük meg, hogy Istennek az igéje benne van ebbe, és ha nincsen benne, akkor mi se legyünk benne, még hogyha egyet is értenénk vele, vagy még ha tetszen is nekünk, de nézzük meg mindig a felsőbb tekintélyeket, és ha valamelyik felsőbb tekintély ellentmond annak, amit szeretnénk csinálni, vagy amire rá szeretnének venni bennünket, akkor ezt nem tehetjük meg, mert kell, hogy a felsőbb hatalmasság tudjunk engedelmeskedni. A Róma 13.1-ben ez van leírva, emlékeztek, hogy engedelmeskedjen mindenki a felsőbb hatalmasságoknak. Ez nem azt jelenti, hogy van egy kaszt, akinek engedelmeskedni kell, hanem az azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy milyen szinten vagyunk, milyen helyzetben vagyunk, és ebben a helyzetben kinek és miként kell engedelmeskedni. Ezzel mindjárt fogunk foglalkozni egy picit még, de akár most is megemlíthettem ezt példának okáért, már most egy kicsit előre lépek, de itt ez most illik hozzá. Ez a hetedik szintje a tekintélynek, ez a működési tekintély. Akkor gyorsan végigmondom még, jó van, a szerződéses tekintély, ez az ötödik pont. Van a tiszteletnek a tekintélye, és van a működési tekintély. Beszélek azért a szerződéses tekintélyre, hogy ne legyünk összezavarva. A szerződéses tekintély azt jelenti, hogy ha valaki aláír egy szerződést, bármilyen formában is, akkor ez a szerződés ez kötelezi őt. Tekintélye van ennek a szerződésnek az ember fölött. Például mi a házunkhoz igénybe vettük a szocpolt. Ahhoz, hogy ezt a szocpolt igénybe vehessük, nagyon sok mindent alá kellett írnunk, és addig, ameddig le nem jár ennek a szerződésnek a hatája, addig tekintélye van a magyar államnak, joga van a magyar államnak bizonyos százalékban az ingatlanunk fölött, amíg le nem jár ez a szerződés. Azért, mert én aláírtam, és az aláírásommal vállaltam azt, hogy ez a tekintély, ez rám nézve is érvényes. És tudjátok, nagyon érdekes dolog, bár Isten szövetségben gondolkozik, nem szerződésben, de mégis leginkább egy ilyen módon tudjuk most megfogni, hogy Isten nagyon sok mindent vállalt, amikor ő meghalt a kereszten, amikor ő feltámadt értünk, és ha olvassuk Istennek az igéjét, Istennek nagyon sok vállalása van, nagyon sok ígérete van. És azt akarja, hogy ezeket az ígéreteket, ezeket mi vegyük komolyan. És ha komolyan vesszük, és azt mondjuk, hogy igen Istenem, én ezt fogom csinálni, akkor ez olyan, mintha én aláírnám azokat a dolgokat, és ez bennünket is kötelez.
Amikor elkötelezzük magunkat valamire, akkor ezt meg kell tennünk, és a mai világban ez nem nagyon működik. A mai világban az emberek nem nagyon akarják alkalmazni ezt a tekintét, mert azt látják, hogy ki lehet bújni könnyen a szerződések alól. Azt látják, hogy valaki csődbe visz egy vállalkozást, utána csinál egy másikat, egy harmadikat, negyediket, nem tudom, emlékeztek a Megyeri Hídra, amit felépítettek. Szegény alvállalkozók felépítették, a fővállalkozó csődöt jelentett, elvitte a pénzt, az alvállalkozók nem kapták meg a pénzt, de néhány hét múlva már újra ott volt a következő cég, és mentek tovább a dolgok, mintha mi se történt volna. Csak a szegény alvállalkozók nem tudtak tovább menni, mert a szerződésben vállalt dolgokat azt már ő nem volt köteles úgymond megcsinálni, mert már létrehozott egy új céget. És tudjátok, nekünk nagyon nehéz sokszor ennek ellenállni, hogy kibújjunk a felelősség alól is. Hogy főleg akkor, amikor tehát vállalunk valamit szerződésben, és amikor nekünk lenne hátrányos, akkor nagyon könnyen kibújnánk alóla, hogy ne kelljen ezt csinálni, ne kelljen azt fizetni. Például, ha én el szeretném adni a házat, kötök egy szerződést egy ingatlan irodával, az ingatlan iroda el tudja adni a házat, mint én kérnek 4%-ot ezért az egészért, és amikor nagyon szeretném eladni, akkor azt mondom, hogy hát jó, sok az a 4%, de adjuk el, de ha sikerült eladni, és ki kéne fizetni ezt a 4%-ot, akkor meg azon jár az embernek az esze, hogy hogy lehetne megkerülni ezt, hogy lehetne intézni, hogy ne kelljen kifizetni. Ezért érdemes inkább a gyülekezetben is beszélgetni, hogy hogyan meg miként mennek a dolgok. De fontos dolog tényleg, hogy kell, hogy amikor vállaltunk magunknak valamit és aláírtunk egy szerződést, akkor ehhez tartsuk magunkat. Még a hátrányunk és kárunk szerződik is belőle, származik is belőle, mert ez a szerződéses tekintének a lényege, hogy amit vállaltunk, ahhoz tartsuk magunkat. És tudjátok, a Biblia beszél elég sok dologról, hogy hogyan is miként kell nekünk engedelmeskedni, mit meg hogyan kell csinálni, de olyan érdekes, hogy Isten azt akarja, hogy legyünk tisztában ezzel, és ez csak egy pici gondolatot mondok, mert egy nagyon bonyolult és hosszú téma lenne, de Isten megígért nagyon sok mindent a Biblián keresztül, amit hogyha mi elfogadunk, úgymond aláírunk, akkor is ezek az áldások, ezek joggal illetnek bennünket, amikre nem szoktunk odafigyelni. Sőt, az ördög mindent megtesz, hogy ami jogos jussunk, azzal ne foglalkozzunk, és egyáltalán ne tudjon semmilyen módon kárpótolni bennünket. Ő nem szeretne kárpótolni minket, de Istennek az igéje azt mondja, hogy köteles a tolvajt kárpótolni és kártalanítani azt, akinek kárt okozott. A 2 Mózes 22-ben azt olvassuk a második versében, ha ház fölverésen kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbőn miatta. A 2 Mózes 22.4-ben, ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh, két annyit fizessen érte. Nagyon érdekes volt, hogy az Ószövetségben, amikor elkaptak valakit, éppen lopáson értek, és mit tudom, vitte el az ökröt, akkor nem volt elég az, hogy visszaadta, hanem még egy ökröt kellett mellé adnia. És tudjátok, az ördög nagyon sokszor meglop és megcsal bennünket, és nekünk meg kell tanulnunk visszakövetelni a jogos jussunkat. Visszakövetelni azt, amit meglopott tőlünk az ördög is. Hogyha megkárosított benneteket, ha valamilyen módon tönkretett benneteket, akkor igenis van jogunk arra, Istentől kapott tekintélyünk arra, hogy visszaköveteljük ezeket a dolgainkat. A példabeszédek 6.31-ben azt olvassuk, hogy a ellopott értéknek a 7-szeresét kell visszaadniuk a tolvajoknak. A 7-szeresét. Tehát van jogod követelni az ellopott javaidnak a 7-szeresét vissza az ördögtől. És Isten hatalmával, Istennek a tekintélyével, mert ezt Istennek az igéje mondja. És Isten beszél erről. Nekünk kell, hogy ezzel tisztában legyünk. És ha megtanulunk erre rájönni, hogy milyen nagy érték az, hogy visszaköveteljük az ellopott jussainkat, rájövünk arra, hogy milyen nagy ajándék az, hogy van kártérítésre lehetőségünk, akkor azt fogjuk, meg fogjuk érteni, hogy miért mondta Jakab azt a levelének az első részében, a második versben, tehát Jakab 1-2, hogy teljes örömnek tartsátok atyám fiai, ez a hölgyekre is vonatkozik, mikor különféle kísértésekbe estek. És ezt sokáig én sem értettem, hogy hát miért öröm az, hogyha kísértenek bennünket, miért öröm az, ha kínlódunk, szenvedünk, de ha rájövünk arra, hogy ezért kárpótlást köteles adni az ördög, akkor ez öröm lesz a számunkra. Mert ha volt egy, akkor lesz 2. Vagy ha volt egy, elvették, akkor lesz 7. Mert Isten kárpótol bennünket. Pontosabban Isten kényszerít az ördögöt a kárpótlásra. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legyünk tisztában azzal, hogy amikor vállalunk egy szerződésben valamit, ahhoz tartanunk kell magunkat. És ez a világi életben is hiszem, hogy igaz. Hogy amikor vállaltunk valamit, még ha kárunk származik is belőle, akkor is csináljuk meg. Ha vállaltuk azt, hogy fogunk jönni a gyülekezetbe vasárnap takarítani, de éppen elvinnének bennünket egy ingyen nyaralásra, de senki nem tudna takarítani, mert próbálunk beszélni a Bálinttal, de ő azt mondja, hogy nem tud beadni senkit helyette, akkor el kell jönni az embernek, és meg kell azt csinálnia, mert vállalta. És lehet, hogy súlyosnak tűnik, lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez kegyetlenség. Persze, biztos vagyok benne, hogy meg lehetne oldani egy ilyen helyzetben valami más, de én hiszem azt, hogyha valaki vállal magára valamit, szerződésben ahhoz tartania kell magát. Becsületesen be kell tartani ezeket a dolgokat, és hiszem, hogy
hogy nekünk erre szükségünk van. És olyan érdekes, imádkozásról jut most az eszembe. Pénteken este olyan jó volt együtt imádkozni, 9 voltunk együtt itt a gyülekezetből. Másnap már kevesebben jöttek el az imaórára, volt ez a szombat imaóra. Kemény 3-an jöttek el a gyűliből erre az alkalomra. De azt mondja itt a Lukács 18.1, mondott nekik Jézus példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Tehát arról beszél az Úr Jézus, hogy van lehetőség az imádkozásra? Vagy arról beszél, hogy kell imádkozni? És mi nagyon sokszor ilyen opcionális lehetőségként fogjuk fel Istennek a szavát, amikor nekünk kell valamit csinálni. Hogyha Isten mond valamit, hogy ő ezt megteszi, értünk, vagy cselekszi, ezt azt mondjuk, hogy hát Istenem, kötelezted magad erre, neked ezt meg kell tenni, neked kell, hogy bennünket szeress, kell, hogy bennünket megments, mert leírtad az igében, de amikor nekünk kell valamiben változni, akkor az meg már inkább lehetőségként. Hát, hogyha akarod, akkor imádkozol, ha nem akarod, akkor nem imádkozol. De itt a Biblia beszél erre, hogy nekünk kell imádkoznunk. És sokszor beszél erről a Biblia, hogy kell. Ezt meg kell tennünk, azt kell tennünk. És én hiszem, hogy amikor Isten erről beszél, ezt nem opcióként tálalja fel nekünk, hanem azt mondja, hogy ez kötelességünk. Ha vállaltuk azt, hogy mi az ő gyermekei akarunk lenni, akkor kell imádkoznunk. Akkor ez egy olyan kötelesség, amit nem kikényszerít belőlünk Isten, mert ha nem akarjuk, akkor nem tesszük meg, csak akkor ne csodálkozzunk azon, hogy egy csomó áldás mellett elmegyünk. Ne csodálkozzunk azon, hogy sokkal nehezebb lesz az életünk. Persze Isten vállalta, hogy ő szeretni fog bennünket, de ha mi ezt nem tesszük meg, ami a mi dolgunk, nem tesszük meg a mi részünket, ne csodálkozzunk azon, hogy nagyon sok áldást nem kapunk meg. De olyan érdekes, hogy Isten még ennek ellenére is szeret bennünket. Tehát ha mi engedetlen, rosszindulatok vagyunk, visszaélünk a helyzetünkkel, Isten akkor is szeret bennünket. És az ő szeretete az semmilyen módon nem tud megváltozni, és nem tud elmúlni, de viszont az áldását azt el tudjuk kerülni elég rendesen. A 6. pont a tisztelet tekintélye. Efézus 6.2-ben azt olvassuk, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Az 1 Timóteus 5.17-ben azt olvassuk, hogy a jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltassanak, főképpen akik beszédben és a tanításban fáradoznak. Itt az első 5 pont, ezek olyan tekintélyi szintek, amelyekben mindannyian valamilyen módon benne vagyunk, és kötelez bennünket. És kell, hogy ezeket a kötelezettségeket, ezeket ne kínként, hanem örömként és lehetőségként kezeljük. Az utolsó 2 pedig a tiszteletnek a tekintélye, illetve a működési tekintély, ezek pedig önkéntesen vállalhatók, önkéntesen vállalható dolgok. Mert amikor az ember, tehát a tiszteletet azt nem lehet megkövetelni, de igenis Isten azt akarja, hogy a tiszteletet mi tudjuk megadni. Mert egy követelt tisztelet az nem működik véleményem szerint, az nem jó. És sokszor van, hogy a gyülekezetekben megkövetelik a tiszteletet. Megkövetelik, hogy így kell szólítani a pásztort, úgy kell szólítani a presbitert, így kell oda menni hozzá, vagy éppen nem lehet oda menni hozzá. Nekem egy olyan nagy ajándék volt meg felszólalás, amikor voltunk kint először ebben a francia gyűliben, amivel sokszor beszéltünk, és oda lehetett menni a vezető pásztorokhoz. Egy több ezer fős gyülekezetben lehetett velük beszélgetni, lehetett imádkozni velük, és én azt hiszem, hogy ez egy emberi dolog, és így kell hozzáállunk, igazán emberségesen, és a tiszteletet azt nem követelni kell, hanem azt ki kell érdemelni valamilyen módon. És én hiszem azt, hogy a tiszteletet nekünk kell megadni egymás felé, mindenféle szempontból. Nekünk kell megadni a tiszteletet, és tisztelni egymást, tisztelni, szeretni egymást. És megint a tisztelet, az sokszor, azért mondtam így egy kicsit kételkedve, vagy bizonytalankodva, hogy ki kell érdemelni, mert ha valaki nem érdemli ki a tiszteletet, akkor is lehet tisztelni. Például itt vannak a szülők, tiszteld atyádat és anyádat. És itt nem arról beszél, hogy tiszteld atyádat és anyádat, ha megérdemli, hanem egyszerűen erről beszél, hogy nekünk tisztelnünk kell a szüleinket. Teljesen mindegy, hogy milyenek, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, tisztelnünk kell őket. Vagy itt van a presbiter. Mondjuk itt magyar jól forgódó presbitereket kettős tisztségre méltassanak. Lehet, hogy a simán forgódó presbiterek azok meg csak szimpla tisztességre méltassanak. De én hiszem, hogy maga a tisztelet, az kell, hogy legyen meg egymás felé. És tudjuk egymást tisztelni, tudjuk egymást becsülni, tudjuk egymást igazán szeretni. Olyan érdekes dolog itt van még a Máté 10.41-ben, aki befogadja a prófétát a próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, az igaznak a jutalmát veszi. Azt mondta még Jézus a Márk 6.4-ben, nincs próféta tisztesség nélkül, csak a maga hazájában, és a rokonai között, és a maga házában.
Tehát maga a szolgálati ajándék is megérdemel egy tiszteletet. És itt most nem kezdek el beszélni a profitákról, apostolokról, evangélistákról, pásztorokról, tanítókról, de maga a szolgálati ajándék is megérdemli a tiszteletet. Maga a pozíció is megérdemli a tiszteletet. És azt látjuk, hogy amikor mi megtiszteljük azokat az embereket, akik jönnek hozzánk szolgálni, akkor azoknak az embereknek a jutalmát fogjuk venni. Ha megtisztelsz egy prófétát, a prófétának a jutalmát fogod venni. És érdekes dolog, hogy ezzel sokszor nem foglalkozunk. Sőt, inkább nagyon sok esetben tiszteletlenség az, ami kijön a szánkból. Emlékeztek Kámnak a bűnére? Sém, Kám és Jáfet. Mi volt Kámnak a bűne? Foglalkoztunk ezzel is a múltkorában. Kibeszélte a saját apját. Viccet csinált a saját apjából. Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen bulvármagazinnak a főszerkesztőjének sem lennék a helyében az utolsó ítéletkor, amikor ezek az emberek el fognak számolni azzal, hogy kikről, mit és hogyan beszéltek. Kámnak ez volt a bűne. Igazat mondott. Nem volt hazugság az, amit mondott, de tiszteletlen volt az atyával. Tiszteletlenül beszélt. És nézzétek meg, melyik politikus tisztelik ma Magyarországon? Mondjatok már nekem egyet, akit maradék nélkül tisztelnek mindenhol az országban. Nem nagyon tudunk ilyet. Talán a Göncz Árpád bácsi volt, de biztos, hogy volt neki is valamilyen ellenlábása valahol, aki nem tisztelte őt. De a vezetőinket, azokat kellene tudni tisztelnünk, és kell tudnunk tisztelni. Teljesen mindegy, hogy milyen vezető. Teljesen mindegy, hogy jól csinálja, vagy rosszul csinálja. Tisztelnünk kell őket, és nagyon fontos, hogy az ellenkezőt meg végképp ne csináljuk, ami most sajnos nagyon divik Magyarországon, hogy mindenféle rossz hírt igyekszünk terjeszteni a másikról. Ha egy picike lehetőség van, hogy lejárassuk, azt azonnal kihasználják. Nézzétek meg, sajnos így megy az a politikai kampány, már elkezdődött, és ezzel foglalkoznak, hogy a másikat próbálják lejáratni. Én nagyon vágyom arra, hogy imádkozzunk azért, hogy ez ne történjen, és mi legyünk azok az emberek, akik megállítjuk ezt, hogy tőlünk nem megy tovább is. Akár tetszik Orbán Viktor, akár nem, akár Gyurcsány, vagy Bajnai, vagy Mesterházi, teljesen mindegy, hogy ki szimpatikus. Én hiszem, hogy nekünk meg kell tisztelnünk ezeket az embereket. És ha rájövünk valamilyen hibájukra, még ha igazunk is van, akkor is nálunk legyen vége a pletykának. Ha valaki elmondja nekünk, mi nem mondjuk tovább, megállnak ezek a dolgok. És hiszem azt, hogyha így éljük az életünket, így cselekszünk, beszéltem a beszédről is a múltkor, a szavakról, hogy milyen hatalmuk van. Nagyon fontos, hogy akkor meg tudunk áldásban maradni, tudunk növekedni, mert Kám átkozottá vált azért, mert nem tudta a saját apját tisztelni, nem tudott tisztelettel fordulni az apja felé. És a hetedik pedig a működési tekintély, ami szintén nem könnyű sokszor vezetők számára, de itt van egy jó példa, ha például most fogjuk magunkat, és megint ki szeretnénk festeni a gyülekezetet, és megbízom esetleg a Bálintot, hogy mivel ő tud jól festeni, ő legyen szíves, fesse ki az egész gyülekezetet. Ha eljövünk ide a gyülekezetből sokan segíteni neki, teljesen mindegy, hogy milyen tisztségben vagyunk, milyen pozícióban vagyunk, az ő tekintélye alatt kell dolgoznunk, amikor festünk, mert ő mondja meg, hogy hogyan, miként kell festeni, mert ő ért ehhez az egészhez. És lehetne sok-sok különböző témát felhozni, de kell, hogy mi, akármilyen, még egyszer mondom, teljesen mindegy, milyen pozícióban vagyunk, a működési tekintélynek ilyen módon tudjuk alárendelni magunkat, hogy ha valaki éppen egy szolgálatban van, vagy éppen bele csöppenek a gyerek szolgálatba, mert éppen nem prédikálok, nem csinálok semmi mást, kíváncsi vagyok, hogy ott mi van, akkor én alá kell, hogy rendeljem magam a gyerek szolgálat vezetőjének. Tök mindegy, hogy én vagyok a pásztor, teljesen mindegy, hogy én vagyok a vezetője, úgymond a gyerek szolgálatosoknak, de amikor ott a gyerek szolgálatban én része vagyok ennek a szolgálatnak, kell, hogy tudjam alárendelni magam annak a szolgálattevőnek, aki vezeti azt az egészet. Ezt jelenti a működési engedély. És én hiszem azt, hogy ha megtanulunk ilyen módon élni, megtanuljuk ezt alkalmazni a hétköznapi életünkben, ezzel megint csak tiszteletet fogunk kiérdemelni, és tisztelni fognak bennünket az emberek. Én voltam egy néhány évvel ezelőtt egy lelkipásztornál, és olyan érdekes volt, ott voltam az alkalmon, szépen csendben végültem, amikor kérdeztek tőlem, válaszoltam, illetve amikor megkértek valamire, akkor imádkoztam, vagy éppen énekeltem. És utána az alkalom végén odajött hozzám ez a lelkipásztor, és mondta, hogy hát ő nagyon hálás ezért, hogy én nem szóltam közbe, én nem beszéltem bele, hanem engedelmes voltam neki, és azt csináltam, amit ő akart, és ugyanúgy működtem, mint egy hétköznapi gyülekezeti tag. De én hiszem azt, hogy nekünk ezt így kell csinálni, és nem kell magunkat nyomatni, nem kell nekünk kihasználni a tekintélyünket, akármilyen forrásból is ered, akárhonnan is van, hanem egyszerűen kell tudnunk alárendelnünk magunknak az éppen működő tekintélynek, aki éppen végzi azt a munkát. És én fontosnak tartom, hogy ebben tudjunk igazodni egymáshoz, és tudjuk cselekedni azt, ami Istennek az igéje, ami Istennek az igazsága, mert én hiszem azt, hogy így tudunk hasznossá válni. A festésben csak akkor tudunk jól együtt működni, ha egy festő vezeti a dolgokat. De ha például elmegyünk krumplit szedni valahova, akkor annak a mezőgazdásznak kell engedelmeskedni, aki mondja, hogy mit csináljunk meg, hogy hogyan csináljunk, mert nem úgy kell akpát fogni, meg nem úgy kell összegyűjtögetni, meg nem kell dobálni a zsákot, mert akkor rohadni fog a krumpli, stb. Tehát nekünk is hasznunk az, hogyha engedelmeskedünk. Nekünk is hasznunk az, hogyha tudunk engedelmeskedni a hatalomnak, a tekintének.
És akkor szeretném, ha végigvenném még egyszer a tekintélynek a 7 szintjét. Mi a legfontosabb és legfőbb a tekintélyben? Istennek a tekintélye. A második, Istennek az igéje. Harmadik helyen van, milyen lelkiismeret? Az újjászületett lelkiismeret, a Jézus vére által megmosott lelkiismeret. A negyedik helyen van, átruházott tekintély. Ötödik helyen van, a szerződéses tekintély. Hatodik helyen van a működési, az a hetedik, a tiszteletnek a tekintélye, és a hetedik helyen van a működési tekintély. És én arra szeretnék bátorítani benneteket, hogyha esetleg nem volt valami érthető, nyugodtan kérdezzetek meg, tudok esetleg még plusz forrásokat adni, olvassátok el, foglalkozzatok velük, hallgassátok vissza a régebbi tanításokat, de nagyon vágyom arra, hogy magát a tekintélyt, azt kezdjük el tisztelni. Tanuljunk meg engedelmeskedni, álljunk bele az Isten szerint való rendbe ahhoz, hogy Istennek a királysága tudjon felszabadulni az életünkben, tudjunk megtelni Istennek a jelenlétével, és ha ezt tesszük, meg fog változni az életünk. És nem csak az életünk, hanem az életünknek a minősége is, csak azáltal, hogy beállunk Istennek a tekintélyébe. Így áldjon meg bennünket az Úr. Amen.